Köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és vannak emberek, akiket ismerek már régebb óta, vannak, akiket most látok először, és amit mondtam, én nem azt mondom, hogy minden kérdésre fogok tudni válaszolni, de megpróbálom a kérdések közül azokat, amikről van valami információm, azt átadni nektek. Tényleg előfordulhat, hogy én valamiről nem tudok, és akkor meg is fogom mondani, hiszen nem vagyok szakértője ennek a témának. Ezzel szeretném mindenképpen kezdeni, hogy ne úgy tekintsetek rám, mint egy menekültügyi szakértőre, mert én is csak belekeveredtem, mint egy keresztény, ahogy ti. Úgy történt, ahogy valószínűleg nagyon sok emberre, hogy egy ismerősöm, egy barátom, aki még csak nem is gyakorló keresztény, fölhívott, hogy ő belekeveredett a segítségnyújtásba a Migration Aid nevezetű szervezettel, és mondta, hogy nem akarok esetleg elmenni, és akkor azt mondtam, hogy de hát engem érdekel ez a dolog. Már eleve az érdekel, mert hogy keresztényként szeretném tudni, hogy mi folyik ott. És ha esetleg valaki megkérdezi tőlem, mint lelkésztől, akkor valamit tudok mondani, hogy igen, ezek a hírekből ezek igazak, ezek nem igazak. Ilyen egyszerű kérdések foglalkoztattak, hogy tényleg 80% férfi, tényleg a 20% nő, vagy mennyi a gyerekek száma, mert az egyik tévécsatorna csak gyerekeket, nőket mutatott, a másik csak férfiakat, attól függően, hogy mit szeretett volna bennünk benyomásként kelteni. És elmentem egy ilyen körútra, majd azt úgy szerveztem meg, hogy jöjjenek velem más keresztények, és bejártuk a terepet, ahol minket egy lány, akinek hagyd említse meg a nevét, Simon Katalin a neve, egy hölgy, aki fantasztikus lelkülettel és szeretettel vezetett végig minket azon a munkán, ami a menekültek között folyt, akkor a János Pápa téren és a keleti pályaudvarban. És ez az a idő, ez július vége, az augusztus eleje volt, akkor keveredtem bele ebbe az egészbe. És erről írtam pár dolgot a Facebookra, és ezért emberek elkezdtek engem kérdezgetni, akkor utána néztem, akkor azt is elmondtam, na ez miatt még több ember gondolta, hogy én majd erre nagy válaszokat tudok adni. Nem tudok nagy válaszokat adni erre a kérdésre, de adhatok nektek szempontokat, ami hátha segít abban, hogy gondolkodjatok erről a kérdésről. És küldjetek akkor kérdést, ha gondoljátok, ez egy olyan alkalom, ahol be lehet kapcsolni a telefont, és legfeljebb nem tudok rá válaszolni, vagy nem lesz rá idő. Imával kezdeném. Istenem, kérlek arra, hogy segíts nekünk ezt az egészet a te szereteteddel és a te törődéseddel, a te bölcsességeddel végig gondolnunk. Légy itt ma este, és köszönöm neked az igét, ami lámpás a lábunk előtt. A te nevedben, amen. Lelkészként fogom kezdeni. Hogy megadjam a súlyát ennek a dolognak, hadd beszéljek arról, amiben talán a legnagyobbat buktunk. Valaki mondta, hogy ez egy teszt a magyaroknak, ez teszt az egyháznak, hogy mennyire szereti a menekülteket. Na most erre nem vagyok biztos, meg nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ha valamiben teszt az az, hogy mi egymással hogyan viselkedünk. Mi egymással hogyan beszéljük meg ezt a dolgot, és ezen a téren mi elbuktunk. Tehát, hogy semmivel sem tudta eddig az én szemem és tapasztalatom szerint az egyház jobban kezelni ezt az esetet, vagy ezt a helyzetet, mint bárki más az országban. Nem tudtunk mások lenni. Emberek egymásnak estek, ifik fölrobbantak a Facebookon, emberek egymást törölgetik, és biztos, hogy ti is tudjátok, hogy ki az, aki ideges vagy, mert olyanokat kommentel, hogy ez olvashatatlan vagy felháborító, bármelyik oldalon is legyen a szíve. És ez nagyon fontos valamit fölismerni, a menekült kérdés egy krízis, de nem csak Szíriában, nem csak Európában, nem csak Magyarországon, vagy nem csak a menekültek és a bevándorlók életében, hanem a krízis a szívekben, az emberi szívekben egy krízis van. Ez egy olyan helyzet, amit minden ilyen szituáció előhoz. Megmutatja, hogy mi hol vagyunk, milyen érettek vagyunk, legyen keresztény, nem keresztény egy ember, megmutatja, hogy gondolkodik. És ez egy nagy kihívás, ez egy jó dolog, mert ha belegondolsz, ez a válság, ez azzal kezdődik, hogy kérdéseid lesznek. Nem tudsz elmenni emellett a dolog mellett, ami most történik. Kérdésekként, kérdések formájában érint téged, és úgy érzed, hogy felzaklat. És van, aki lehet, hogy jól alszik, és egyáltalán nem érdekli, de nagyon sok keresztény érez dühöt, lelkiismereti válságot, szomorúságot, zaklatottságot, vagy zavart, és nem csak keresztények, de most nyilván az egyházról beszélek, mert olyan kérdésekkel szembesülünk, olyan kérdések lépték át a határainkat, amik nagyon súlyosak, és krízist okoztak a szívünkbe. De ez egy jó dolog, és hadd mondjam el, hogy miért, mert minden kérdés, ami válságot okoz, az valószínűleg egy nehéz kérdés.
És ha valamit lehet egy ilyen kérdéssel tenni, az az, hogy megbirkózunk vele. Hogyha zavar, ha kényelmetlen, ha rossz, akkor nem azt csinálod, hogy félrerakod, nem azt csinálod, hogy adsz rá egy egyszerű választ, és el van intézve, hanem neki megyek újra, és megkeresem a válaszokat, mert szeretném tudni, hogy mit kezdjek vele. Ha ezt teszed, akkor növekedni fogsz. Akkor ez a dolog Istentől egy lehetőség, hogy növekedjünk. Lehetőség, hogy változzunk, hogy az egy magyar társadalom ne olyan legyen, amilyen volt, vagy a keresztény emberek ne olyanok legyenek, mint amilyenek. Az egyházat fölrázza, vagy megváltoztassa. Minden jó kérdés, minden harc egy jó kérdéssel érettebbé és tapasztaltabbá tesz, ha sikerül választ találnod. A kérdés, az első kérdésem hozzátok az az, hogy feladtátok, vagy lecsaptátok egy gyors válasszal, leöntöttétek valami konzervvel, amit mástoktól vettetek, vagy küzdötök ezzel a dologgal. A feszültség, ha így érzed, hogy ez az egész feszültséget kelt benned, akkor ez egy jó feszültség. És mindenkit bátorítok arra, hogy ez tekintsen erre egy lehetőségként. De hadd mutassam meg, hogy miért van egy másik fajta feszültség a levegőben, ami rossz. Van egy válság, ahogy mondtam a szívekben, de van, amikor ezt a válságot nem az okozza, hogy egy kérdéssel meg kell küzdened, és előtted van a növekedés lehetősége. Van, hogy egy válságot az okoz, hogy ki van kezdve a keresztény integritásod. Hogy elkezdted elveszteni azt, amit Isten egybe akart építeni, hogy azt mondta, hogy az igazság, a teljes igazság formálja át az életedet. Krisztus minden részét kéri az életednek, te pedig valamelyik részről lemondtál. Valamelyik lábadat kirúgtad. Elmondok egy példát erre, mert lehet, hogy ez segíteni fog, mert ez már inkább apologetika, de hát, ha ti magatok is fogtok tudni a sorok között olvasni. Olvastam egy cikket, Lányi András, nagyon-nagyon fontos az a cikk, ha tudjátok, keressétek meg az interneten, azt hiszem 10 pont a menekült kérdésről, vagy valami ilyesmi. És azért fontos cikk, mert azok közé a cikkek közé tartozik, azok közé az újság bejegyzések közé, vagy ránkömlő hírek közé, amelyek építőek, aki érveket akart elénk rakni, nem csak rángatni minket. És erre jött egy ellencikk. Valaki, akit úgy hívnak, hogy dr. Santo Diana, egy antropológus, kutatás antropológus, írt egy, mit tudom, azt hiszem 5 pontot, ahol elmondja, hogy miért nincs igaz a lánynak. Na ez jó, mert én elmondom érveimet, én is elmondom az érveimet, és érvek mentén ütközünk, nem pedig elmondom, hogy te hülye vagy, meg te is hülye vagy, és lezártuk. Az érveket elolvasva, az volt az érdekes, hogy rájöttem, föltűnt, hogy ezek az emberek morális döntést hoznak, mielőtt van egy erkölcsi megfontolása mögött, hogy ők mi mellett érvelnek. Felolvasok egy részt, hadd olvasok föl az egyik cikkből. Azt mondja Santo, aki megírta a válaszcikket, hogy Lányi kísérletet tett arra, hogy a menedékkérők kizárását a menekültügyi rendszerből hogyan lehet a józan észre és az alapvető morális megfontolásokkal összeegyeztetni. Röviden, szerintem sehogy sem lehet. Ez egy ember, aki azt mondja, hogy morális alapon a másik, amit mond, az nem jön össze, az nem jó. És ez azt jelenti, hogy neki van egy erkölcsi megfontolása, valamilyen módon elgondolja, hogy mi a helyes, mi a jó, és ez beleteszi a cikkbe. A másik elmondja, hogy mi a helyes, mi a jó, ez már szinte teológia. Ez nem arról szól, hogy én gazdasági kutató vagyok, és gazdasági számok mentén érvelek, hanem van egy komolyabb döntéshozatal, hogy én miért gondolom, hogy a menekülteknek segíteni kell, vagy miért nem, és ezt már előre eldöntöttem, és az érveimet mentén hozom. Mi ebben az érdekes? Az az, hogy Lányi Andrásnál azt vettem észre, hogy az ő erkölcsi megfontolása az az, hogy ő úgy gondolja, hogy minden ember, hogy az emberek és alapvetően a menekültek és mindez a helyzet onnan kell nézni, hogy a jövő bizonytalan, és a jövő tele van sötétséggel. Lehet, hogy nem lesz annyira jó ez a jövő, mert az ember alapvetően gonosz. Az ember alapvetően nem feltétlenül jó irányban ennek a dolgok. A másik oldalon a hölgy azt mondta, hogy azért kell segíteni a menekülteknek, mert az embernek van emberi méltósága. Az egyik azt mondja, hogy a jövő sötét, mert az ember gonosz, a másik, vagy ezt gondolja, ez ott van a háttérben, a másik azt mondja, hogy az embereknek segíteni kell, mert az embernek van méltósága. Te meg válasz a kettők közül. Neked választanod kell.
elolvasol egy cikket, és választanod kell, mert ő nem azt mondja, hogy ez a kettő egyszerre igaz, hanem azt mondja, hogy csak az enyém az igaz. És ez neked egy olyan dilemma, amit úgy hívnak, hogy fals dilemma. Vagyis én keresztényként hiszem azt, hogy az ember Isten képmása, és méltó arra, hogy emberként bánjunk vele. Én keresztényként hiszem azt, hogy az ember alapvetően romlott, bűnös, és ezért hajlamos a gonoszra. Én hiszem azt, hogy jó reménykedni. Én hiszem azt, hogy jó az jövőt úgy látni, hogy ez egy romlott világ, és tele van veszélye és sötétséggel. De nekem nem mondják már meg azt, hogy melyiket válasszam a kettő közül. Az emberek alapvetően így vitáznak. Én ebben hiszek, és azt kizárom. Én pedig ebben hiszem, és azt kizárom, és tőled is ezt kérik. És ha te tőled ezt kérik, keresztényként le kell vágnod az egyik lábadat. Vagyis teológiailag, abban, amit hiszel, vagy megkérdőjelezve, abban, amit hiszel, abban vagy nyomás alatt. Úgyhogy bármilyen a pártreferenciád, bármelyik oldal is az, ami szimpatikus. Azt vedd figyelembe, hogy az mi világképünk, az, amit a keresztény Biblia és a kereszténység állít, és Isten a kezünkbe adott, nem feltétlenül illeszkedik tökéletesen ahhoz, amelyik a te kedvenc politikusod, pártod, újságod vagy cikked, mert a Biblia is rendelkezik egy világnézet, és azt mondja, hogy ezt kövesd. Ez az, ami az igazság. Én leírtam az egészet, és elgondoltam, hogy milyen a valóság. És azok az emberek lehet, hogy csak a felét mondják el a valóságnak, hogy minden ember méltó a szeretetre, vagy a figyelemre, vagy a felemelésre, vagy csak azt, hogy minden embernél számítani kell arra, hogy nem fognak a dolgok jól menni. És ne dönts a kettő közül, hanem vedd észre azt, hogyha erre hívnak, és ne engedj a keresztény integritásodból. Ha abból engedsz, feszültséget fogsz megélni. Azt fogod megélni, hogy föladtad valamelyik tant, föladtál valami nagyon fontos értéket, valami erkölcsi tant, bármit, amit a kereszténység ültetett a szívedbe. És itt most az az egyik legfontosabb felhívásom nektek, hogy mindennél jobban őrizzétek meg a szíveteket. Mert nem kevés manipuláció van a levegőben. A helyzet súlyos, de azért súlyos, mert ami még hozzárakódik. Nem csak az, hogy itt van rengeteg ember, hanem az, ahogy ez az egész a levegőben cirkulál, vagy ott van, és emberek a véleményüket, sokszor még a kérdést is manipulálják, és te nem a helyes kérdést rakod föl, hanem azt kérdezik tőled, hogy válasz a kettő közül, és már el fogsz bukni. Ezért szükségünk van arra, hogy mindennél jobban kapaszkodjunk bele ezekben az időkben a Bibliába, hogy ő vajon mit mond. Az Isten mit mond arról, hogy nekünk hogy kell ez állni? Lépjetek egy picit hátrébb, távolodjatok el attól, ami a levegőben van, attól, hogy mennyi hírek van, mindaz, ami a feszültséget kelti, és birkózzatok meg a kérdéssel az ige alapján. Én most fogok nektek ajánlani mondani három olyan dolgot, amit én úgy látom, hogy az, amire az ige hív minket, amire a Biblia tanítása tanítja a keresztényt, és lehet, hogy vezérfonal lehet abban, hogy egy ilyen helyzetben hogyan közeledjél az eseményekhez. Az első dolog, ami szívesen megosztok veletek, az az, hogy én az elmúlt időszakban, években, ahogy én keresztény voltam, hogy olvasom a Bibliát, aminek megismertem Istent, amilyen módon engem az Úr az elmúlt hónapokban vezetett, én azt értettem meg, hogy Isten arra kér, hogy segítsek a menekülteknek. Azt kérte, hogy amilyen az erőmből telik, ami a lehetőségeimből telik, ami azt jelenti, hogy 3 gyerekes vagyok, sok a dolgom, kevés a pénzem, de amit tudok, tegyek meg értük. Én olyannak ismertem meg Istent, aki egy ilyen helyzetnél nem tartja távol magát, közel megy az ilyen helyzetekhez. Közel megy ő a 8. kerületi kábítószereshez, közel megy ő a hajléktalanokhoz, közel megy a nincstelenekhez vidéken. És közel megy egy ilyen helyzethez. Ilyen Istenünk van. Azért, mert ha ő látja a kiszolgáltatottságot, akkor ő nem közömbös. Őt ez dolog megérinti, őt nem hagyja hidegen. Én nem azt mondom, hogy én neked igeverseket fogok felolvasni, ami azt mondja, hogy így és így kell cselekedned egy ilyen helyzetben. Én ezért nem szerettem a jövevényes dolgot, de erről mindjárt többet is fog beszélni, mert az egy szóval akart az egészet megoldani. Jövevény, a Biblia ezt mondja, tehát ezt csináljátok. Én nem a etikát, még csak nem is egy verset akarok követni, én az élő Krisztus szeretném követni, és az ő szíve ilyen. De ha már a jövevényekről van szó, akkor nyilván azt látom a Bibliában, túl azon, hogy nekik most milyen jog, én ezekben nem megyek bele. Csak annyi, hogy tényleg előjön
egy-egy olyan társadalmi réteg, vagy olyan fajta emberek a társadalomban, akik kiszolgáltatottak. Özvegyek, árvák, jövevények, szegények. Nem arról van szó, hogy hogyan kell velük viselkedni, hanem arról, hogy egyértelműen biztosan látom, hogy Isten gondol velük. Ha pedig ő gondol velük, és az ő szíve nem hideg, a legrosszabb dolog, amit el tudok képzelni, hogy az enyém hideg marad. Az enyém érintetlen marad, távolságtartó marad. Mert ránézek ki kiszolgáltatottságra, akár arra, ami olyan tömeges, hogy már átüti az ingerküszöbömet, és még arra is falat építek, hátra lépek. Én beleszálltam ebbe az egészbe, de nagyon kevés dologgal. Tehát egyszer csináltam egy olyan kampányt, hogy mindenki vegyen egy takarót, küldje el hozzám, és én beviszem, aztán 100 takarót összeszedünk pár nap alatt, és nem sok takaró jött össze, legalább 15-ször annyi megosztást kaptam, mint annyi takarót, de az a kis takarókat elküldték hozzám, megjött a ízből, és akkor elvittem. És csináltam egyszer egy olyat, hogy autóba ültem, hogy segítek, és valahogy szállítani ezeket az embereket. Egy ilyen esetnél, és ezeket azért mondom el, hogy nem tartom magamat egy ilyen nagyon nagy vezérharcosnak, nagyon kevés tapasztalatom van, mert kevés lehetőségem volt. Mindig imádkoztam, kerestem Isten útját, hogy hol tudok belépni ebbe a folyamatba. Egyszer egy autós segítségnyújtásnál, ami arról szólt, hogy a kocsit berendeztem úgy, hogy gyerekeket és nőket tudjak szállítani, de végül ez nem jött össze. Hazafele bandikolva egy a kocsival, egy kicsit szomorúan belefutottunk menekült családokba. És felajánlottam nekik, hogy elviszem őket, ahova akarnak menni. Ez este volt már 11-kor. Mikor beszálltak a kocsimba, ezek szírek voltak, ezek az emberek kurd nemzetiségűek, makogtunk, akkor, de valahogy megértettük egymást. Akkor esett le nekem, hogy miért kell segíteni a menekülteknek, hogy miért fontos ez az egész. Azért, mert a valóságnak, annak, amiről most beszélünk, az igazságnak, van egy letagadhatatlanul személyes vetülete. Nem lehet távolról megítélni, hogy mi a valóság. Hát miért? Mert az ilyen Istenünk is személyes. Magunk így éljük a valóságot. Egyszerre gondolkodok arról, hogy hogy működik a világ, meg egyszerre gondolkodok arról, hogy hogy működik a világ idebent. És akkor, mikor idebent, akkor a testvéreimvel való beszélgetésekben, Istennel való beszélgetésekben, a közösségben. És nem tudok, és nem lehet a menekült kérdésről egyetlen gondolatot sem kipréselni magunkból, ha nem mentünk oda. Pontosan azért, mert abban a pillanatban, hogy ott van, akkor látod azt, hogy az irgalom az nem arra volt kitálva, hogy intézményesen adják. Hogy az állam legyen irgalmas. Az államról azt mondja a Biblia, hogy tartson rendet. Az államhoz a rendszót rendeli a Biblia, a kardot, a büntetést, és azt dicséretet a jó állampolgároknak. Az irgalmat viszont közösségeknek és embereknek rendeli. Vagyis hogy lehetne valami irgalmas, ha nem megyek oda. Ha az irgalmat így tudom adni, így tud menni, így tud haladni. És ezért az egyik bátorításom nektek, ha szeretnétek többet tudni a menekült kérdésről, ha megérteni, hogy mi ez az egész, menjetek közel ehhez a dologhoz. Nem azt mondom, hogy mi ez a teljes kép, csak hozzá tartozik a valósághoz. És erre bátorítok én minden keresztényt és minden magyart, és addig, amíg meg lehet ezt tenni. Mert már ugye a határok egy része le van zárva, most még mindig naponta több ezer menekült jön az országba, és különleges élmény néha keresztényekkel, de ugye legtöbbször nem keresztények együtt szolgálni ezeket az embereket, és látni azt, hogy mit jelent az irgalom. Hadd mondjak még valamit az irgalomról, pár szó. Csak azért, mert tegnap olvastam. Azt vettem észre az irgalomról, hogy a Biblia azt mondja, hogy úgy legyünk irgalmasak, mint az atyánk irgalmas. És az atyánk hogy irgalmas? Az atyánk az irgalmasságot mutatott az ellenségeinek. Ha te úgy vagy így, hogy tele vagy félelemmel, esetleg nehézséget érzel, hogy átlépd ezt a határt, vagy tényleg eleve az a meglátásod, és ezt nem is óhajtom lebontani, mert nem ez a célom, hanem az, hogy gondolkodjunk erről közösen, hogy ők rossz, hogy itt vannak. Az irgalom az nem az elesetteknek jár. Az irgalom nem csak az elesetteknek jár, és nem csak a kiszolgáltatottaknak, hanem az ellenségnek is. Az Isten azt mondja, hogy én neked így adtam irgalmat. Pont az vezetett irgalmat, pont attól különleges az irgalom, hogy te az ellenségem vagy, és én megkegyelmezek neked. És ez egy különleges dolog, ezt megtapasztalni.
hogy lehet, hogy nem tudsz teljesen megbékélni a szíveddel, de az irgalom működik, és Isten megáldja. Itt hadd mondjak el valamit azoknak az embereknek a nevében, vagy azoknak az embereknek, akik már ezt megtették, vagy úgy érzik, hogy ők nekik mindig ilyen volt a szíve, hogy igen, segíteni. És végre megmondja ez a tanító itt, és végre kapnak azok a másikok, akik úgy tele vannak félelemmel, meg tesznek az egészre, vagy nagy szólamokkal elmondják, hogy kéne és mit kéne ezek az embereket csinálni Európának. Azt szeretném mondani nektek, hogy én nem vagyok jobb. És ti sem vagytok jobbak azért, mert esetleg a ti szívetek gyorsabban mozdult az irgalomra. Különbözőek vagyunk, különböző a történetünk, és az egy ajándék, hogyha esetleg te ebben voltál gyors, és nem azért kaptad ezt az ajándékot, hogy büszke legyél rá, hanem azért, hogy ugyanezt az irgalmat mutasd azok felé, akiknek most még nehéz, akik esetleg közületek még inkább kérdésekkel küzdenek. Én arra bátorítok mindenkit az egyházban, de igazából arra bátorítok minden magyar embert, hogy amikor ő valamilyen gondolatra jutott, akkor azt a másikat, aki még ott van, azt is kezelje emberként, aki esetleg a más módon áll ez az egészhez, és kezdjünk el hidat építeni. Ne pedig megbélyegezni és a szakadást erősíteni a két csoport között. Mert főleg a kereszténységen belül ennek semmi értelme. Legyetek olyan irgalmasok azokhoz a testvérekhez, akiknek ez az egész nehéz, mint amilyen irgalmat szeretnétek a menekültek felé gyakorolni. Mert Isten így gondolkodik. Na most, én lezárom az irgalmasságot, vagyis legalább, mert még mit tanít a Biblia? Mi az, amit még szerintem vezérfonal? Vezérfonal még az, hogy Isten a Bibliában minket tanításra és gondolkodásra hív. Arra hív, amit ti most csináltok. És én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok ennek az egész kezdeményezésnek, nem csak annak, ami most történik, hanem az egész évben történik, hogy ti azt mondottátok, hogy nehéz témákon átrágjátok magatokat. Mesélték a vezetők, hogy ez az egész fél év tematikája. Egy keresztény ember ebben tud növekedni. Nem csak abban tud növekedni, hogy nagyon sokat imádjuk Istent, nem csak abban, hogy egymással közösségben vagyunk, hanem azzal is, hogy gondolkodunk, megszentelődünk az elménkben. És teljes elménkkel szeretjük az Istent. Néha ez az, amit egy kicsit így háttérbe szorítunk. Ez azt jelenti, hogy ha itt egy kérdés, küzdjünk meg vele. Gondolkodjunk, fontoljuk meg az egészet. Ez azért fontos, mert Isten nem csak irgalmas samaritánusoknak hív minket. A keresztény egyház és a Biblia tanítása az, hogy mi vagyunk a világ világossága. Mi egy iránytű vagyunk a világban. És a körülöttünk lévő emberek, a társadalom, európai vezetők, a politikusok, a kedvenc politikusaink is, a kedvenc pártunk, a média, ezek az emberek, ha az ige szerint, ha nem ismerik Isten igazságát, sötétségben vannak, és nem mindig látják teljes egészében az igazságot. Mi sem, de nekünk legalább megadatik, hogy az Istent ismerjük, aki igen. És az a feladatunk, hogy iránytűk legyünk. Tehát azért gondolkodni már csak azért is kell, mert lehet, hogy mit tudunk valamit hozzátenni ez a kérdéshez. Lehet, hogy neked megfogom valami a fejedben, és keresztényként azt mondod, hogy emberek, szerintem még ezt a dolgot érdemes megfontolni. Hadd mutassam be a Bibliából, az igéből, hogy miért gondolom, hogy az Isten ezt tanítja. Ugye mondtam nektek azt, hogy a jövevény, meg az árva, meg az ilyesmi, és ugye van erről egy kedvenc vers, az a... amit azt mondja az ige, hogy mert Istenetek az Úr, ez 5. Mózes 10. fejezet, 17-es vers. Mert Istenetek az Úr, Istenek Istene és Uraknak Ura. Ő a nagy, erős és félelmes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Ezt tudjuk, ezt már lehet, hogy sokan a szánkba rágták, hogy a jövevény is nekünk segítenünk kell. De azt is lássátok, hogy itt a jövevény, árva, szegény és a özvegy, ez a négy csoport együtt szerepel a Bibliában, és tudjuk, hogy azt fejezi ki ez a vers, előbb mondtam, hogy Isten gondol velük. Isten szereti őket, Isten figyel a kiszolgáltatottakra. De nézzük, mit mond Pál, aki az Timóteus levelében, az ebből a csoportból az egyiket említi. Hadd olvassam fel az 1. Timóteus 5-ös fejezetből a 3-as verset. Az özvegy asszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Pál tudja, igen, Isten gondol az özvegyekre. Gondolunk kell az özvegyekre, szeretnünk kell az özvegyeket. Majd hogy folytatja?
Az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb 60 évesnél, aki egy férfi felesége volt, aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak, ha gyermeket nevelt fel, ha vendégszerető volt, ha szentek lábát megmosta, ha nyomorútakon segített, ha mindenféle jó cselekedetekben kész volt. Hány darab ha? Azért nem szerettem, amikor nekem a jövevény verset kidobta így az internet, kék plakáton bárhol, hogy nekem segítenem kell, fejetlen, ha valaki jövevény, mindent el kell dobni, irgalmas samaritánus, és semmi gondolat, mert Pál nem ezt csinálja az özvegyekkel. Özvegyasszony alanyi jogon jöjjön, segítenünk kell. Pál azt mondta, hogy meg kell fontolnom, hogy hogy tudok segíteni. Ha intézményesített verzióban szeretnék segíteni az özvegyeknek, mert tudom, hogy Isten szereti őket, akkor át kell gondolnom, hogy mik az erőforrásaim, a gyülekezet mennyit tud eltartani, hogyan tudom ezt az egészet megoldani, és egyáltalán melyik az özvegyasszonyok közül az, akit előveszek a sorban, hiszen limitálnom kell az egészet. Vagyis Pál megfontolja, átgondolja, gondolkodik az özvegyasszonyok való segítségen. Tehát az, hogy egy keresztény ember, egy magyar ember, egy európai ember gondolkodik azon, hogy mit kezdjen több százezer menekülttel, az helyes, az jó. A Biblia azt nem azt mondja, hogy az egyetlen helyes dolog a befogadás, az integráció és minden más, az rasszizmus, fasizmus, iszlámofób dolog. Mert a Biblia szerint gondolkodnunk kell ezen a dolgon. Irgalmasságra hív az Isten minket, és gondolkodásra hív minket az Isten. És ezen a téren mondok néhány dolgot, amit vegyetek figyelembe. Az egyik az az, hogy alázattal álljunk ez a dolognak, vagy álljunk neki ennek a dolognak. Az egyik ok, hol tartunk időben, nem is érdekel. Szóval alázattal álljunk neki ennek a dolognak, remélem még tudtok követni, ugyanis amikor irgalmasságra hív az Isten, akkor azt mondja, hogy neked van egyéni felelősséged, a Biblia ismeri azt a dolgot, hogy egyéni felelősség, számon kérem rajtad a cselekedeteidet, és azt meg tudod tenni. Viszont ha elkezdesz gondolkodni azon, hogy Európának, meg az magyar vezetőknek, meg úgy egyáltalán ezzel a helyzettel mit kell csinálni, átlépsz egy területre, amely területen nem kaptál döntéshozatali jogot. Neked nincs felhatalmazásod, hogy döntést hozz. Hiába fogsz egész ifiket, egész éjszakákat átdumálni arról, hogy mit kéne csinálni a menekültekkel, nem tudsz azon kívül semmit, hogy eldöntöd, hogy segítesz, vagy nem segítesz. Ezen kívül túl sok mindent nem tudsz tenni. Vagyis az az alázat, amire az Biblia indít minket, hogy tudjuk a helyünket, hogy nem kaptunk döntés lehetőséget, nagyon sok minden a fejünk fölött fog végigmenni, és lehet gondolkodnunk, sőt, hív az Isten, hogy gondolkodjunk ezen, de ne bújjunk e mögé, a gondolkodás mögé, és mondjuk azt, hogy egyéni dolgom, amit nekem csinálni kell, az nincs. Átgondolom, uram, sokat beszélgetek róla, ütjük egymást, püföljük egymást, segíteni? Ja, nem. Miért? Hiszen gondolkodom rajta. Nem. A legjobb és legfontosabb kérdés, amit fölrakhatsz, és a leghasznosabb, hogy uram, itt ez a helyzet, mit tegyek? Mert ebben még nem csak gondolkodni is tudsz, hanem dönteni is. Hó, jött egy SMS. De, igazam van, és így van, nem. Szóval, hogy majd megnézzük, hogy mit mond, és mert azt gondolom, hogy lehet, hogy a mostani témával kapcsolatos. Viszont, ha ezt tudod, akkor egy másik dolgot is érdemes figyelembe venni, az pedig az, hogy információhiányban is szenvedünk. Tehát lehet gondolkodnunk, lehetünk nagyon okosak, és a Biblia gondolkodásra hív, de nagyon sok mindenről semmi nem tudok. Én nem vagyok szakértője a jogi kérdéseknek, nem vagyok szakértője a gazdasági kérdéseknek, nem tudom, hogy mi hogy van, és nem az a helyes megoldás, hogy én fogom, és a preferenciám szerint, hogy mi az, amelyik pártot, vagy mi az a gondolat, amit szeretek, választok egy érvrendszert, hanem lehet, hogy az a megoldás, hogy belátom, hogy nem tudom a gazdasági vetületét és hátterét ennek az egésznek. Vagy nem tudom a jogi hátterét. Lehet, hogy utána olvasok. Mi a Dublin 1, mi a Dublin 2? Vagyis az egyik legjobb dolog, ami tökre kéne az egyháznak, keresztény vezetők, keresztény politikusok, keresztény szakértők, akik egyrészt képviselik a keresztény álláspontot, azt, amit a Biblia mond egy ilyen helyzetben, másrészt segítenek elmondani, hogy mi van ott, ők mit látnak arról az információról, legyen tudomása az egyházban lévőknek is. Talán vannak ilyenek, lehet, hogy vannak olyan baptisták, lehet, hogy vannak olyan református, vagy más keresztény emberek, akik többet tudnak nálunk, és legyünk alázatosak, és tanuljunk tőlük, kérdezzük meg őket. Tényleg úgy van, ahogy az újság mondta, tényleg úgy van. Tehát ez ennyit az alázatról, és az arról, hogy lehet, hogy te neked kell egyszer egy ilyen embernek lenned. Tök fontos lenne, hogy ebben a helyzetben legyenek olyan keresztények, akik ott iránytük, nem csak itt lent, hogy mi így elbeszélgetünk a mi fieinken. De a harmadik dolog, tehát azon kívül, hogy alázat és információ,
hogy a gondolkodás megfontolás területén viszont van olyan dolog, és ezt már mondtam, amit a keresztények mondhatnak el a világnak. Van olyan dolog, mert nem vagyunk teljesen üresen, üres kézzel. Itt van az Isten igéje, vannak megfontolások, nálunk van az igazság, és lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket mi másképp látunk, mint ahogy mondjuk látja a Németország kancellárja, vagy látja az Európai Unió vezetője, vagy akár egy szakértő, egy biztonságpolitikai szakértő, és lehet, hogy hallatni kellene a hangunkat, és lehet, hogy nem rossz. Az, hogy ez hogyan, ez egy másik kérdés, de gondolkodjatok róla. És én mondok néhány területet, amit érdemes meggondolni, ahol lehet, hogy a kereszténység hozzá tud adni a menekült kérdéshez, és itt áttérünk az apologetikára. Az első dolog az az, amit mondanék, hogy szerintem nem szabad félnetek, és nem a muzulmán emberektől. A muzulmán emberek nem félelmetesek, a muzulmánok olyanok, mint mi. De a kereszténység álláspontja az az, hogy az iszlám, ha úgy tekintünk, mint egy fenyegetésre, az egy helyes hozzáállás. Itt az idő minden kereszténynek, hogy vegye a kezébe a Koránt. Én hoztam egy Koránt, kezdjétek el olvasni, nézzétek meg, tanulmányozzátok, menjetek fel a YouTube-ra, és nézzetek meg, rengeteg fantasztikus tanítás van arról, hogy mi az iszlám. Először értsük meg, hogy micsoda, utána, hogy mit lehet vele tenni, hogy miért gondolják sokan, hogy az iszlám veszélyes. Én mondok néhány okot. Keresztény apologéták és tanítók véleménye szerint az iszlám azért jelent, az iszlámban azért leírik veszély, mert az iszlám fenyegetettség alatt van. A fenyegetettség alatt azt jelenti, hogy óriási társadalmi változások mennek végig a Közel-Keleten, ezt nem kell magyarázni, arab tavasz, megtölnek diktatúrák, és az társadalom átalakulóban van. Az egyik ok, ami sok mellett van, az az, hogy a nyugati kultúra, ahol ti laktok, az európai, amerikai, ausztrál kultúrának iszonyat erős hatása van a muzulmán világra. Bár lehet, hogy szeretnék ezt megvédeni, a muzulmán világot, nem tudják megvédeni, hanem a kulturális expanzió fegyverek és minden nélkül megy és söpör végig a planétán, és ezt úgy hívják, hogy globalizmus, és a mögötte jövő kulturális változások. Ez a kulturális változás az azt jelenti, hogy ezek a társadalmak nagyon komolyan elkezdtek változni, és hasonlóvá lenni, mint a mi társadalmunk. Mert ők nem ugyanolyan emberek, nem ugyanolyan kultúrában élő emberek, mint amilyenben mi élünk. És ennek az egyik fő motorja a technológiai forradalom. Ma már egy arab fiatal ugyanazt a telefont, és használja ugyanazokat az applicationeket használja, ugyanazokat a zenéket is hallgatja akár, és ugyanazokat a filmeket nézi, vagy legalábbis részben, mint nyugati társai. Ugyanazok hatnak rá, és elkezd olyanná válni, mint mi. Mert elkezdünk hasonlóvá lenni, te sem nagyon különböző már egy seattle-i fiataltól, lehet, hogy ezzel most sokkollak, de hogy egyszerűen a budapestiek és más nagyvárosokban élők nagyon hasonlítanak egymásra. Az iszlám egy nagyon konzervatív vallási rendszer, egy nagyon rugalmatlan vallási rendszer, és nem bírja ezt a változást. Nem könnyű neki. Ez a változás a Bibliát is megrengette. Sok európai, amikor mi elkezdtünk változni, elvesztette a hitét. És a Biblia és a kereszténység is átment egy válságon, csak ez pár száz éve korábban volt, az ipari forradalom alatt. Most ez a válság ott söpör végig. És az iszlám nem tudja, és a Korán nem tudja, hogy mit tegyen, ugyanis sokkal-sokkal rugalmatlanabb, mint az evangélium. Az evangélium azt mondja, hogy kultúrák feletti. Az iszlám azt mondja, hogy nem vagyok kultúrán feletti. Amit én mondok, úgy kell élni. És te azt mondod, hogy de én nem úgy akarok élni, ez egy feszültség. Ebből a feszültségből nagyon sok nehézség adódik, és ez a nehézség nagyon sokszor fenyegetésben, radikalizálódásban végződik. Nem tudom, hogy tudtok-e követni. Itt van valaki mondta, hogy csak fölemeljek egy igazi arab nyelvű koránt, a másik az magyar. Valaki mondta, aki egy hölgy volt Iránból, egy tanárom, hogy az muzulmánok között a nők helyzete sok helyen romlik, és ennek az egyik oka az, hogy a muzulmán világban az egyik utolsó bástya, amit az iszlám még tart, az a nők. A nőknél már nem fogja nekem a nyugat megmondani, hogy hogyan bánjunk velük. És egyre szorosabbra húzza az övet, egyre szorosabb a rendszer, és az egyik oka ennek az, hogy az iszlám a nyugati kultúra alatti fenyegetettségben van. A másik oka, miért az iszlám egy fenyegetés lehet, vagy rejlik benne, az az, hogy minden keresztény apologéta, és ez szerintem olyan megint, amit majd, ha utána néztek, tanultok belőle, ti magatok is így fogjátok továbbadni másoknak, a keresztény álláspont az az, hogy az
röviden, nem megyek bele mélyen, hogy az iszlám eredeti, az iszlám, hogy mondjam, az a radikális szárnya az iszlámnak, amit sokszor az európaiak és az amerikaiak azt mondják, hogy nem is az igazi iszlám, hanem ez egy ilyen békétlen, elfajzott mellékág, vagy már nem is iszlám, ez igenis része az iszlámnak, sőt, ez valójában az egyik leghasonlóbb fajtája, vagy ága az iszlámnak ahhoz, ahogy Mohamed és az első követői élték az iszlámot. A radikalizmus, vagy a radikális muszlim irányvonalak az iszlámon belül nem posztmodern elhajlások, nem az, hogy a mai világban a fiatalok nem tudtak mit csinálni, megunták a telefonozást, és elmentek lőni. Ezek az emberek nem azért csinálják, mert szegények. Ezek az emberek a Koránra hivatkozva nagyon mély vallási meggyőződésből teszik, amit tesznek, és nagyon jó érveik vannak az ő vezetőiknek, hogy miért ők a valódi iszlám, és a keresztény apologéták osztják ezt a véleményt. Hogy ebben lévő versek, amelyek tele vannak véres harcra buzdítással, és sok ilyen van, ezeket el is olvastam, erről lehet előadásokat tartani, és én is tartottam már egyet. Ezek a versek többféle módon kerülnek értelmezésre, és ez az értelmezési iskola, amelyik azt mondja, hogy szó szerint kell őket értelmezni, tehát le kell vágni a fejét, ezek nem elfajlások, hanem valójában visszatérés a gyökerekhez. A gyökerek az első századi muzulmánok, vagy az első generációs muzulmánok, azokat úgy hívták, hogy szalafik. És a szalafistákat, a radikális muzulmánoknak az egyik ágát, azt őróluk nevezték el. Ugyanaz, mint amikor a keresztény azt mondja, hogy úgy akarok a keresztény hitben élni, mint amikor az első századi keresztények éltek. Visszamegyek a gyökerekhez. Én radikális keresztény leszek. Az mit jelent? Többet imádkozom, térdelek, sokat sírok. Ez egy muzulmánnak nem ezt jelenti, és ezt komolyan kell venni. Ez nem jelenti azt, hogy a muzulmánokból mindenki ebbe az irányba fog menni. Dehogy is. A muzulmánok nagy része, túlnyomó többsége békében fog élni, és már békében él velünk. És jó szomszéd, és jó családapa, és kedves ember. Főleg a nyugaton élő muzulmánok között sokan vannak, akik ilyenek. Nem ezt mondják keresztény apologéták. Azt mondják, hogy az iszlámban lévő fenyegetés az iszlám lényegéhez tartozik, nem pedig attól való elhajlás. Van tehát nekünk mit mondani, ugyanis ezt nem fogja elmondani sok-sok ember, mert nem politikailag korrekt. Politikailag korrektnek kell lenni, különben rá fogják sütni, hogy iszlámofób vagy, és sokan ezt nem vállalják, sem politikusok, sem szakértők, és ezért egy elterjedt mítosz, hogy az iszlám valódi ága az a békés. A keresztényeknek van mit mondania a többi embernek. Van más is, ami miatt az iszlámról még tudnék beszélni, de most az iszlámot lerakom. Valószínűleg tartom, hogy sokan utána fogtok nézni. Én tényleg buzdítalak titeket. Itt az idő, hogy megvegyük a Koránunkat, tanuljunk, ismerjük meg ezt a vallást. És nem arról van szó, hogy nincs benne szép. A Korán recitálás szerintem gyönyörű. A betűk, az, ahogy az egészet díszítik, az ugyanúgy az iszlám lényegéhez tartozik, hiszen Allah dicsőségére van, és komolyan mondom, jobban néz ki, mint a Bibliám. És ugye ez innen nyílik. És meg fogod benne találni azt is, amit tisztelni fogsz tudni benne. De jó megismerni az iszlámot, mert most olyan időket élünk, hogy kezdjetek el ezzel kapcsolatban gondolkodni. Egy másik dolog, amiről a keresztény apologetáknak van miért gondolkodnia, megnézem, most megkérdezem, ennyi az idő. Hány percen van? Lejárt, ugye? Jó, 10 perc. Azat befejezem. Bocsánat, közben az van, hogy leestek a papírjaim, és ezért nem találom a negyediket. Nem szabad félnünk a sokszínű társadalomtól. Ti vagytok az igazi multikulti. A keresztény egyháznál nincsen színesebb közösség a világon. Ez egy globálisan többszínű társaság. Az egyház tele van feketékkel, fehérekkel, kínaiakkal, dél-amerikaiakkal, közel-keletiekkel, távol-keletiekkel. Fantasztikus az a szín, ami egy olyan helyen megvan, amikor egy világtalálkozóra összejön például az IFES, és bemész a terembe, és azt fogod látni, hogy a kétharmad az a keresztényeknek nem is fehér. Nekünk ráadásul van valami nagyon fantasztikus ragasztónk, ez a kereszt. A keresztről azt mondja a Biblia, hogy lebontotta az elválasztó falat. Nincs már szkíta, nincs már zsidó, nincs már görög. Mi ezt valóban meg tudjuk élni.
És a nyugati társadalom is ezt szeretné. Magyarországról is sokszor mondják, hogy csak ez jön. És tudjátok mit? Én nem mondom azt, hogy meg kell őriznünk a színtelen magyar homogén társadalmat. Ezt nem lehet. Menjetek ki Budapestre. Ez már nem is egyszínű. Ez a város is ugyanolyan színes, ha nem is annyira, mint a nyugati városok, de egyre színesebb. Ez főleg a vidékről följött barátaim szokták mondani, hogy elmennek a belvárosba, és minden harmadik, negyedik ember, vagy ötödik beszél magyarul. És tényleg bemész egy boltba, és bemész egy másikba, és már az eladó sem beszéli, csak törve a magyart, és mi hozzászoktunk. Rengeteg a külföldi diák, de rengeteg a letelepült külföldi Magyarországon. Szóval nem hiszem, hogy félnünk kéne a sokszínű társadalomtól. Valószínűleg mindig egy picit ebbe az irányba fog menni, mert megszűntek határok, sokan utazgatnak, ez történik. Viszont a multikulturalizmushoz a nyugaton hozzáragasztanak ideológiákat, amik viszont veszélyesek, vagy nagyon sokszor komoly veszélyt jelentenek a hitünkre. Az egyik ilyen a vallási pluralizmus, a másik a kulturális relativizmus, vagyis a kulturális relativizmus csak pár mondatban, minden kultúra ugyanannyira értékes, és egymással nem szabad őket összehasonlítani, hanem önmagukban mérendők. A vallási pluralizmus csúnya szó, az azt jelenti, hogy minden vallás ugyanannyira igaz, vagy nem igaz. Az emberek, akik nem ismerik a ragasztót, a kereszt ragasztóját, ez az egyetlen ragasztó, vagy ilyenfajta ragasztókkal tudnak összeragasztani egy társadalmat. Éljünk egymás mellett békében, és ezt úgy tudunk megtenni, hogy ilyen kérdésekről, hogy te más vagy, és miben vagy más, és az jobb-e vagy rossz, ilyenből nem szabad beszélgetni. Nincs olyan, hogy jobb vagy rosszabb, csak más van. Ebben a társadalomban, ami egy multikulturális társadalom, ezekkel az ideológiai dogmákkal meg lehet tanulni élni keresztényként. Viszont neked nem szabad elhinned, hogy ez az igazság. Ugyanis a Biblia egy mérce. És ha egy mérce, az azt jelenti, hogy mi meg tudjuk mérni, ez egy ilyen helyzet, mi meg tudjuk mérni, hogy valami jó vagy rossz, valami az igazságban van vagy nincs. Nekünk ilyen nincs, hogy egy vallás vagy igaz vagy nem, vagy mindegyik ugyanannyira igaz vagy ugyanannyira nem, hanem mi szentül hiszük, hogy van igazság, és van igaz vallás, és van hamis vallás. Nem veszíthetjük el azt a hitünket, hogy a muzulmánok hite tévedés. Ugyanúgy a kulturális dolgokról. Nem lehet beszélgetni például a menekült kérdésről úgy, hogyha nem beszélgethetünk arról, hogy a muzulmánok nagyon mások, vagy a muzulmán országokból jövő különböző kulturális háttérből, mert azok sem tök egyformák, az onnan jövő emberek miben különböznek tőlünk, és van-e olyan kulturális elem az ő életükben, az ő kultúrájukban, ami a Biblia mérlegén rosszabb, vagy jobb, mint a magyar. Én azt mondom, és nem mondok most semmit az iszlámról, vagy a muzulmánokról, csak úgy általában, hogy én szeretném azt mondani, hogy az a kultúra, amelyiknek része a megbocsájtás, az közelebb van az Isten országához, vagy az igazságához, mint az a kultúra, amelyiknek nem része. Vagy az amelyik a szégyent elveti, vagy amelyik a szégyent rásüti. És nem a muzulmánokról beszélek, hanem úgy általában. Ilyen téren például én kritikus vagyok a magyar kultúrával szemben, amelyik sokkal több szégyent enged meg az életünkbe, mint mondjuk az angol vagy a britek kultúrája. Ki kell tudnunk mondani, hogy ezek rossz dolgok, azok meg jó dolgok. Na ez az, amit nem lehet, hogyha eljön a multikulturalizmus, mert ez az egyetlen ragasztó, amit ismernek. Vagyis nektek föl kell készülni arra, hogy a menekült kérdés hoz újabb nehézségeket, amivel az keresztény apologéták folyamatosan harcolnak. Például az, hogy mi nem leszünk politikai korrektek, föl kell vállalnunk azt, hogy eljöhet az az idő, hogy azok társadalmi együttélésben, amin dolgozunk, amiben küzdünk, titeket fognak megbélyegezni a hitetek miatt. Mert ezt megteszik már külföldön a keresztényekkel, a muzulmánok hitéről és vallásáról tett bizonyságuk miatt. Erre föl kell készülni, erről beszélgetnünk kell, és ezzel kapcsolatban nekünk lehet véleményünk. És a harmadik és legutolsó dolog, az pedig az, hogy küzdhetünk, és dolgoznunk kell a kulturális együttélésen, főleg akkor, hogyha a menekültek velünk maradnak, és én nekem az a álláspontom, hogy sok-sok menekült már velünk fog maradni. De neked meg nekem azt mondja a Biblia, hogy a kulturális konfliktusok az idők végéig velünk fognak maradni. Lesznek háborúk hírei, az emberek alkotják a kultúrákat, vagy élnek egy kultúrában, azok bűnösök, tehát én arra számítok, hogy kulturális konfliktusok lesznek. És mindig gondolni kell rá, hogy lesznek. Mítosz az, amit szintén sugallnak sokan, hogy létezik olyan társadalom, amelyikben sok-sokféle kultúra tökéletes szent szeretetben fog tudni együtt élni. Nem azért nem hiszek benne, mert ne látnék példát rá, hogy mondjuk bizonyos évtizedek óta ez Kanadában működik, hanem azért, mert a Biblia szerint nem működik. És
A Közel-Keleten sok száz éven keresztül viszonylagos békében éltek emberek, attól függetlenül, hogy keresztények, jezidiek vagy muzulmánok voltak, majd egyik napra a másikra egy szomszéd levágta a szomszédja fejét. Tehát én hiszem, hogy a Biblia igaz, amikor azt mondja, hogy föl kell készülnünk a kulturális konfliktusokra, de nem többre vagy kevesebbre, mint ami eddig volt. Csak annyi a lényeg, hogy erről beszélni kell, és a keresztények ezt felvállalhatják az ígéret való hivatkozással, és nem kell azt mondanunk, hogy nem, szentül hiszünk, hogy ez működik, ez jó, és ezt támogatni kell. Dolgozunk rajta, de őszinték vagyunk ezzel kapcsolatban. Úgyhogy azzal fejezném be, hogy elmondtam, a szíveteket mindennél jobban őrizzétek meg. Az irgalom az, amire az Isten hív, a gondolkodás az, amire az Isten hív, és a harmadik, a misszió, amire hív, erről csak nagyon röviden, mert ez az, amit valószínűleg a legtöbben gondoltatok, hogy Isten hív minket a misszióra, minden ember, aki nyugaton él, és rengeteg muzulmán vesz őket körül, azt mondta, hogy ilyen lehetőség, hogy ennyi muzulmán jön az én országomban, és megtanulja az én nyelvemet, és elérhető egy olyan jogi környezetben, ahol engem nem fognak bántani, mert elmondom az evangéliumot neki, ilyen lehetőséget, ezt meg kell ragadni. Ha valaki el akart menni 100 évvel ezelőtt, hogy egy muzulmán hitre térítsen, el kellett utaznia egy messzi országba, a helyi jogi környezetben kellett élnie, lehet, hogy nem volt könnyű, mert azt mondták, hogy keresztény ezért ne téríts, és a harmadik, hogy még meg kellett tanulni arabul, vagy meg kellett tanulni farsziul, vagy a pastú nyelvet. Most ezek az emberek, ha az országunkban jönnek bárhová Európába, ezek az emberek ezt megteszik nekünk ezt a szívességet, és ez egy óriási lehetőség, mert az ő útjuk, a menekültek útja nem ér véget Németországban. Az nem az Elizeum. Ott nem lett vége az ő viszontagságaiknak. A viszontagságnak akkor van vége, ha az Isten haragja sincs rajtuk, már pedig az csak akkor van a mi hitünk szerint, ha megtérnek, ha megismerik Isten országát, ha megismerik Jézust. Na most én megkérdeztem egy keresztény barátomat, aki Jordániában lakik, hogy mi a helyzet ott. És azt mondta, hogy mit gondol ő? Hogy mit csináljunk? Ide jön rengeteg muzulmán, mit csináljunk? És én leírtam, hogy mit írt, és én azt felolvasom nektek, és ezzel fejezem be. És nagyon remélem, hogy meg lesz, ez nagyon kínos, de egy kis lapot keresek, ami eltűnt szőrén szálán. Nem láttatok egy kis lapot leesni? Ez nagyon kellemetlen. Lehet, hogy ez így nem fog megtörténni. Akkor összefoglalom. Ő annyit mondott, hogy ha helyedben lennék, és nem lenne a kezemben semmi, hogy megváltoztassam az országom törvényeit. Tehát volna egyéni felelősségem, de nincsen nagy hatalmam. Csak a személyes felelősségem volna. Akkor én kimennék, és felemelném ezeket az embereket, mert Jézus is ezt tette. Ezen kívül elkezdenék nagyon sok embert felkészíteni arra, hogy megválaszolják az iszlámmal kapcsolatos kérdéseket, és muzulmánokat a hitre térítsenek. Valószínűleg a félelem a legnagyobb ellenségetek most. És nekem ez iszonyú bátorító volt. Ott van, Jordániában van keresztényként, keresztény hátterű arab, és azt mondja, hogy ezt a lehetőséget meg kell ragadni, ezt nem szabad elengedni, mert nekem ez nem adatott meg, nektek megvan, ne féljetek. Én itt hagyom abba, és remélem, hogy sikerült néhány dolgot megválaszolni. Én megmondom, hogy hány kérdés jött, 12. Na most nem nagyon van már erre idő, ugye? Úgyhogy itt abba kéne hagyni. Tessék? 13. És még lehet, hogy hetekig lesznek. Hó, terhelés jött a banktól, az nem érdekes. És itt leizzadok kabátba, de itt van a felcsiptetve. Honnan van pénzük? Áldjon minket az Úr, mennyiben lehetséges, hogy valóban pénzeli őket valami hatalom, aminek Európa nagyon a bögyében van. Honnan van pénzük? Én kimentem, megkérdeztem. Azok, akik jó ismerték ezeket a fiatalokat, két dolgot érdemes róluk tudni. Az egyik, hogy nem a legszegényebb réteg jött el. Nyilván az a réteg jött el, amelyik a legjobban változott az elmúlt évtizedekben, és a leginkább olyan, mint mi, tök sok mindenben, mármint az életmódját tekintve, és ezért hamarabb mozdult. Meg ezek általában a jobb módú muzulmánok, a középosztálybeli muzulmánok, a városi muzulmánok. Az egyik dolog, amit megtudtam róluk, az ez. A másik az, hogy még ettől függetlenül sem volt mindenkinek pénze.
hanem nagyon-nagyon sokaknak írtó sok mindent meg kell tenni, hogy pénzük legyen, mert nagyon-nagyon drága, egy egész, ugye 30 ezer emberek taksálják azt, hogy hányan élnek ebből az iparban, és ez a 30 ezer ember nagyon sok pénzt kér, egy családapa mondta, hogy 18 ezer dollár kértek azért a teknőért, aminek még leállt a motorja a tenger közepén, és áthozta a családját, 18 ezer dollárt. És azt mondja, hogy még csak nem is működött, és a végén, hogy ne süllyedjen, az összes férfinak be kellett ugrani a vízbe. És az asszonyok és a gyerekekért vízben átjönni a tengeren. Azt csinálják, hogy mindenüket pénzét teszik, vagy a család összefog, vagy kölcsönt vesznek föl. De az a lényeg, hogy rengeteg mindenbe belevágják magukat, hogy el tudjanak indulni. És ez azt jelenti, hogy őket a Facebookon lévő csoportok vezetik. Tehát ugyanúgy, ahogy az arab tavaszt a Facebookon szervezték meg, és azt mondták, hogy itt és itt lesz most forradalom. Ezt még Orbán Viktor kezdte el, ugye, hogy mindenki hozza magával egy embert, de kapott egy SMS-t, de most ők is ezt csinálják, és rengetegen, nyilván nem Viktort követik, csak azt akartam mondani ezzel, hogy mi is megtapasztaltuk azt, hogy a telefon, vagy sok ember megtapasztalta, hogy a telefon ebben az országban is visz embereket, hoz embereket, most már itt is használják őket tüntetésre. Őket ezek vezetik. És ezért nekik a telefon iszonyú fontos. Persze, hogy az van. Tényleg tartanunk kell a terrorizmus növekedését, ha igen, mit jelent irgalmasnak lenni az ellenségeikkel, csak hagyni magunkat? Azt mondják biztonságpolitikai szakértők, de én csak olvasok, de nekem ez tűnik a leghitelesebb verziónak, hogy már 4000 ember bejött, aki az iszlám állammal van. Én elmondom, hogy mire alapozom azt, hogy számítanunk kell arra, hogy a terrorcselekmények növekednek. Nem arra, hogy mit mondom Nógrádi György, nem is arra, hogy mit mondanak az újságok pro és kontra, hanem arra, amit a keresztény barátaink mondanak, akik a környéken vannak, vagy akik itt voltak. Két történet. Írtam az egyik barátomnak, aki Marokkóban misszionárius 16 éve, és ő írt, azt írta vissza, hogy Dávid, figyelj, először is, félni a muzulmánoktól, nem segíteni őket, szégyen. Kettő, nem szeretem a miniszterelnököt, mert az ő stílusa számomra egy brit, az vállalhatatlan, de most nagyon jó, hogy fölépített egy kerítést, mert srácok, mennek oda azok, akik rosszat akarnak. Mert ő ott él, és így van informálva. Egy másik történet, egy keresztény barátom egy sátrat állított fel a Keletinél, ahol embereket segített, nem mondom meg, hogy milyen, hogy ne legyen lekövethető, és a bejövő keresztény menekültek azt mondták, hogy többször és elég sokszor hallják azt a tömegben, de nem, tehát ilyen nem 80%, de hogy hallják sokszor azt a tömegben, hogy emberek támogatják az iszlám államot. És így jönnek itt. Tehát, hogy ők értik az arabot, mert ők arab keresztények. És ezt csak így föl akarták hívni a segítő figyelmét a sátorban. Ezért én azt gondolom, hogy lehet, hogy erre számolni kell. Ha már biztonságban vannak itt Magyarországon, miért nem elégednek meg ezzel, és mennek tovább, és miért dobálják rá az ételt, sátrat, takarót? Visszatérve, szerintem nem opció, szerintem nem kell őket ellenségnek tekinteni, mert nagyon sok közülük szerintem, és a többségük olyan ember, mint mi. Ha vannak köztük ellenségeink, akik a szó szoros értelme ellenségek, akkor a következőt mondta egy keresztény apologéta, ne féljetek a muzulmánoktól, de legfőképpen még a terroristáktól, vagy a muzulmán radikalizmustól se féljetek. Mert azt, aki kegyesen akar élni, azt mind üldözni fogják. A ti életetekben ígéret van, hogy üldözve lesztek. Úgyhogy ezt az ígéretet Isten betölti, és ez neki nem kell a muzulmán, betölti a világi emberekkel is, vagyis nincs mitől félnünk, mert mi az ellenségünknek is adhatunk enni és inni. A keresztények nem így mérik a dolgot, hanem mi sokszor a bizonságtételünk pont attól erős, mert áldozat van benne. És erről tanúskodnak és beszélnek azok a keresztények, akiket most kínoznak vagy megölnek ezekben az országokban. Van egy cikk, amit nagyon ajánlok olvasásra, Szabados Ádám blogja, divinity.szabadosádám.hu, egy futótűz, ez a címe, csak ennyit írjatok be, futótűz. Ez a cikk arról szól, hogy mi hogy terjed az evangélium most a muzulmán világban, azért, mert keresztényeket ölnek. Úgy, ahogy soha eddig. Ja, ha azt féltjük, hogy meghalunk, ami jogos félelem, de csak egy része az igazságnak, akkor nehéz ez a dolog. De ha tudjuk, hogy a keresztényeknek nem ez az elhívása, akkor lehet, hogy itt most valami jó dolog történik, még azzal együtt is, hogy lehet, hogy némelyikünk ezért szenvedni fog. Egyet értesz azzal,
hogy a menekültek Isten ítélete figyelmeztetése a keresztény Európa számára. Én ezt egy erős kijelentésnek tartom, de el tudom képzelni, de azt gondolom, hogy Európa számára a legnagyobb figyelmeztetés az, hogy ilyen kevés ember tér meg, hogy Isten lelke ennyire nem árad ki, hogy ilyen kevés ember kapja meg a hitet ajándékba, mint akire azt mondta Isten, hogy ha ezt akartátok, maradjatok. Tehát én már úgy érzem, hogy Európa amúgy is ítélet alatt van. Nekem ez egy erős, én nem látom, hogy miért kéne ezt látnom, mit mond a Biblia, vagy... Tehát úgy érzem, hogy se proféta nem vagyok, sem látó, sem Isten belső embere, az János, de hogy most még nem tudom megmondani, hogy erre mi a válasz, de gyanítom, hogy ezt majd csak ott fogjuk megtudni fönt. Mi a helyzet a menekültekkel együtt érkező terroristákkal? Előbb válaszoltam erre. Szia! Ha Európát is elkezdené bekebelezni az iszlám állam és üldözni a keresztényeket, nekünk mit kellene cselekedni, védeni magunkat, vagy odaállni a lefejezéshez, mint a keresztények? Üdv, Zoli, nem mondom, milyen Zoli. Most már többször előjött a védelem kérdése, és én úgy vagyok vele, hogy láttátok, az özvegyasszony esetében, az özvegyek esetében is az Isten azt mondta Pálnak, hogy akkor vagy egy jó vezető, ha van egy ajtó, és az ajtón keresztül megfontoltan engeded be az özvegyeket. A gyülekezetek a muzulmán országban üldözik őket, megfontoltan engednek be új tagokat, hogy nehogy véletlenül bemenjen oda egy ember, és fölrobbantsa őket, vagy megölje őket, vagy följelentse őket. Például Iránban úgy terjed a kereszténység, és nagyon sok millió keresztény van már, hogy az állam iszonyatos erősen terrorizálja őket, de ők, ami nagyon vicces, a lelkek megkülönböztetések ajándékával rendelkező embereket állítanak az ajtóba. Úgy értem az ajtóba, hogy az ismeretségi körökön keresztül érkező embereknek, és ha valaki új akar jönni a gyülibe, először egy ilyen embereket találkoznia, és azt mondja, hogy ez nem kóser ez az ember, és nem engedik a gyülibe. Tehát nyilvánvalóan szabad megvédenünk magunkat, majd ha egy ilyen helyzet jön, de szerintem azért ez egy kicsit még messze van. Tehát, hogy nem gondolom, hogy ebbe az irányba tartunk, viszont a kopt keresztényeknél nagyon fontos, hogy ők ezt kapták Istentől, meg nekik nagyon más lehetőségük nem volt. Viszont amit csináltak, abban a szent lélek vezette őket. Tehát az én rövid válaszom az, hogy ha majd egy ilyen helyzet lesz, vezet minket az Úr, a szent lélek, mert ezt csinálja a muzulmán országokban, és elképesztő mennyiségű embert vezet a hitre az Isten. Az a helyzet, ami Kínában történt, hogy nagyon sok ember jutott hitre a kommunizmus alatt, most ez a legújabb híradások szerint Iránban zajlik, ahol kőkemény muzulmán uralom van. Dávid, köszönjük, tényleg. Szívesen. Gondolkodó keresztényként a kormány munkájáról is gondolkodom, felelősen dönteni kell. Mennyire helyes a krízis magyar kezelése szerinted? Én szerintem erről nem fog beszélni, pontosan azért, mert itt mindenki féle ember ül. Valaki azt mondja, hogy igen, valaki azt mondja, hogy nem. Nem jó. Én azt gondolom, hogy nem tudom megítélni minden téren. Van bennem egy olyan érzés, hogy mindennek meg kell állni a valóság talaján. Tehát jön valaki és mond valamit, hogy ezt így kéne kezelni, vagy úgy kéne kezelni, és jönnek arra, hogy európai értékek, vagy magyar értékek, vagy nem így, vagy úgy, akkor én mindig azt mondom, hogy jó van, köszönjük szépen, sok elméleti választ meg gondolatot kaptunk már, engem az érdekel, hogy konkrétan mit csinálnál, és ez a konkrét gondolkodás, ez csak nagyon kevés embernél jön elő, és mindig ezt nézzétek. Ha valaki azt mondja, hogy ezt kéne felállítani, oda kéne hozni az embereket, akkor rögtön meg tudod ítélni, hogy a földön jár-e az ember, vagy nem. És ilyen téren az európai politikában ez a fokmérője a kormányunknak, az európai kormányoknak, Merkelnek, Orbánnak, Feynmannnak, hogy az, amit csinálnak, ha találkozik a valósággal, megáll-e a valóság talaján. Vagyis Dublin 1 az arról szólt, hogy az Európai Unió azt látta, hogy nagyon sok menekült jön az előző években, még a nagy menekült hullám előtt Európába, és ha egyik országba beadják a papírt, és nem kapják meg a státuszt, akkor beadják egy másik országba, és az Európai Uniót így járják körbe. És ezért rájöttek arra, hogy a Dublin 1 nem jó, vagy ez így nem jó, ezért létre kell hozni a Dublin 1-et, amelyik megmondja, hogy egységesítjük a menekült kérvényeket, és bárki bead egy országba egy menekült kérvényt, az már soha többet semmelyik másik országban nem adhatja be, az beadta az Uniónak. Na ilyen, csak hogy voltak menekültek, akik, vagy bevándorlók, akik ezt kicselezték, és azt mondták, hogy én Németországba adom be, meg Svédországba adom be, és hiába volt 28 tagállam, vagy nem tudom mennyi, ehhez képest mindenki ugyanoda ment. És akkor azt mondták, hogy Dublin egy nem jó, a rendszert javítani kell, mert kihasználják a kiskapukat, úgyhogy meg kell találni azt a módot, hogy hogyan
tudjuk elérni azt, hogy az a menekült, ahol először biztonságos helyre lép az Európai Unióba, ott kell beadnia. Na ez az a Dublin 2, ami megbukott, amikor Magyarországra 100 000 ember jött, és akkor mind ide kellett volna beadnia, és nem működött. De miért adták be a Dublin 1-et, és miért a Dublin 2-t? Azért, mert az ember bűnös, és kihasználja a dolgokat. Nem csak áldozat vagyok, hanem keresem a helyemet. És nem azt mondom, hogy a magyar, vagy az európai menekültügyi policy jó. Nagyon-nagyon sokszor megalázó ezekkel az emberekkel szemét. És ezt is tudnatok kell, hogy sok keresztény azt szolgálta, hogy ezeket az embereket ezeken vitte keresztül, mert annyi sokszor megalázták őket, és olyan sok nehézségen mentek keresztül. Tehát ezt nem állítom, hogy ők közben jó dolgokon mennek keresztül, de az a lényeg, hogy a valóság talaján nem állt meg a Dublin 1, meg a Dublin 2, mert az ember nem olyan. Ha ott így van, akkor én oda megyek, mert az ember gondolkodik, és nem kihasználja a lehetőségeket. Nagyon-nagyon kevés időnk maradt, valószínűleg semmi. Jó, ezt nem kell. Mi van a pólódra írva? Majd egy másik alkalommal. Kérlek, fejtsd ki, és ez az utolsó kérdés, kérlek, fejtsd ki, hogy miért pont Németország a célpontjuk, ha annyira menekültek, akkor miért nem állnak meg a szomszédos országban? Nem lehet, hogy a keresztény Európát szeretnék iszlám hitre téríteni. Szerinted az ő értékrendjük hasonlít a miénkre? Fú, ez aztán dobja a kérdéseket ez az ember. Miért búj mindenki a kereszténység állarca mögé ebbe a témában? Másfaj, más kultúra? Vagy nem? Nőket erőszakolni ér? Erre készüljünk föl? Tehát látom, hogy valószínűleg, aki ezt a kérdést fölraktam, és nem látja rózsásnak a helyzeten. A Németországról olvastam, nem biztos, hogy jól tudom, csak annyi emlékem van, hogy azért, mert Németország tűnt nyitott országnak. Ezek az emberek informálva vannak, kialakult egy hype, nyilván sok olyan ember volt, egymásnak adták az infót, és Németországra alakult ki az a kép, hogy ott várják az embereket, és nyilván van egy életszínvonal, vagy van egy ellátórendszer valami, ami szintén nyom alatba. Nagyon fontos, hogy miért nem Ausztria például, mert ott nincs munkanélküliség, mert mi magyarok ott dolgozgatunk, meg szlovákok, de Németországban van hiány, tehát ezért Ausztriából mennek tovább. De biztos, hogy rengeteg kérdés föl lehetne ezzel kapcsolatban rakni, hogy látszik, hogy vannak faramuci helyzetek, amikor ez nem jó, az nem jó. Figyelj, ők is emberek, és valószínűleg tartom, hogy közülük nem mindenki jó. Valószínűleg tartom, hogy közülük van, aki önző, egocentrikus, saját magával foglalkozó. Igen, vannak, akik megerőszakolnak nőket, és rettenetes ezt olvasni. És ehhez a dolghoz hadd mondjak két dolgot. Egy, ne felejtsétek el, hogy minket Isten a bűnösökhöz küldött. Tehát, hogy egyrészt nem gondolom, hogy mi az egy jó kérdés, hogy ők jó emberek vagy rossz emberek, hanem ők is olyanok, mint minden más ember, hogy vannak köztük ilyenek, olyanok, de minket alapvetően az a felfogásunk, hogy mindenki bűnös, tehát még a jó ember is bűnös. És mi is azok voltunk. Tehát azt mondja Jézus, hogy ha te egyszer hazudtál, akkor olyan vagy, mint az a megerőszakoló. Lehet, hogy a bűnöd nem ugyanoda esik a latba, de ugyanannyira halált érdemelsz, és ugyanannyira irgalmat kaptál. Ez egy nagyon fontos hozzáállás a keresztényeknél, hogy az ítélet, ez csökkentse bennünk az ítéletet. A másik, hogy a keresztény, a megerőszakolás, ami egyébként szerintem nagyon-nagyon sok helyen van, és ez nem kell muzulmának lenni, hanem ez az egész világ, a nyugati világ is, gondoljatok el, hogy szexuálisan mennyire lepusztult. Igen, én Angliában azt láttam, hogy nem lehet összekötni azt, hogy nőkkel hogy bánnak, azzal, hogy iszlám, és nem azt mondom, hogy ez abból fakad. Ez szerintem, főleg ezek a tábori megerőszakolások, ezeknél nagyon sokszor az én véleményem az, hogy ennek nem feltétlenül az iszlám az oka. De azt mindenképp az ászlónkra kell tűzni, hogy mi ez a könyv azt mondja, hogy egy nő az ugyanolyan értékes, mint egy férfi. És azt mondja, hogy egy férnek meg kell halnia, föl kell áldoznia magát a feleségért. Addig ez a könyv azt mondja, hogy ha nem teszi meg, amit akarsz, megütheted. És ez, amit mi képviselünk, hogy melyik az, amelyik ebben a világban üzenet, és jó hír a nőknek, és amelyik a valóságot mutatja, amelyik igazság gyönyörűbb. És ezért az van, hogy ne a megerőszakolásokra koncentráljunk, hogy egyáltalán ismerjétek meg az iszlámot, és az egyik dolog az, amivel nekünk nagy lehetőségünk van, hogy elmondjuk nagyon sok nőnek, aki ide jön, hogy mi nálunk, a mi Istenünk nem így beszél veletek. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Nagyon hosszú voltam, egy imával zárom, és mindenkit a gondolataival hagyok. Istenem, köszönöm neked a menekült kérdést.
Uram, nem vagyok bölcs, és nagyon sok mindenben tévedhettem, és arra kérlek, Istenem, hogy taníts engem is. Növeld az értelmemet, a rálátásomat. Lehet, hogy még valahol alázatra hívsz, hogy túl sokat gondolok. Tanulni szeretnék tőled. Nyitottan, és az igéből, a te útmutatásod szerint. Akármi történik, Urunk, itt vagyunk, és szeretnénk tőled hallani. Taníts minket, és vezess minket a menekültekkel és a bevándorlókkal kapcsolatban. Imádkozunk továbbá az egyházunk vezetőiért, hogy mutassanak példát a nyájnak. Járjanak elől a jó cselekedetben, a gondolkodásban, a misszióban. És imádkozunk az országunk vezetőiért, Uram. Adj nekik bölcsességet, mert nekik adtál nagyon sok hatalmat. Az ő kezükben van, ami nekünk nincs. Ezért nagyon sok minden rajtuk keresztül fog megtörténni a te akaratadból. És imádkozunk az európai vezetőkért. Kérlek, Istenem, hogy adj nekik is bölcsességet. Add, Uram, hogy az igazság és a valóság mentén hozzák meg a döntéseiket. Legvégül pedig imádkozunk azokért, akik idejöttek, a kiszolgáltatottságért, a traumákért, a szomorúságért, amit átéltek, a nehézségekért, amin keresztül mentek, gyerekek, akik semmiről nem tehetnek, csak itt vannak. Istenem, add meg nekik nem csak azt, hogy vége van a viszontagságaiknak, itt vagy otthon, letelepedve vagy hazaküldve, hanem add meg azt is, hogy megismerjék az igazságot, az élő Krisztust, ami az igazi otthon felé vezető egyetlen út. A te nevedben. Amen.